D'ailleurs, faut que c'est clair. Voilà, c'est fini. Qui est la meilleure favorite? On est tout le monde allé. A fókusz iskolákról, hogy talán most, igen, mindegy. Szóval most egy olyan állapotban vagyunk a borsai, mert ahol a fókusziskolák, meg az, hogy favorit fókusziskola nagyon elvész. Ugye régen már mondhatni, szinte mindenki a zenulikra hajtott rá, mert energia, energia, energia. De most viszont olyan szinten átalakították a fókusziskolákat, hogy sokkal balanszoltabb lett mindegyik, és adott játékfajtára, stílusra, mit olyan, a Survivor remész, Defense remész, valami mindenhol van egy másik fókusz iskola megfelelő a csapatban. És hogyha egy csapatban megyünk, akkor mindenkinek jó, hogyha egy másik fajta iskola van, mivel hogy mindegyik iskola hozzá tud tenni a játékhoz. De amit én észrevettem, a legnagyobb dolog, amit hozzá tudnak tenni a játékhoz, az az, hogy maguk a tenók mostanra aktív részesei a játéknak, és itt most nem csak egy dolón ölésre gondolok, mert ott tényleg masszív szerepe van, de egy sima egyszerű Survivornek, Defense-nek, Mobile Defense-nek, szóval akár mire mentek, akár egy Spy-nak is, a Tenno az aktív harcos a Warframe mellett, egy aktív kiegészítő. Mondok egy példát, valamelyik nap elmentem csak úgy randomokkal, természetesen Ophelia-ra farmolni, XP-zni és farmolni egy kis Polymer Bundle-t, és hát nagyon-nagyon ritka olyan eset volt, olyanokat fogtam ki, akivel lehetett menni többet, mint 20 percet, és úgyhogy benn voltunk egy óráig nagyjából, és Zenurikkal voltam, és a Zenuriknak van egy olyan képessége, ami azon kívül ugye lelassítja az enemit, és megrázza az enemit, de van egy olyan neki, ami... hol van? Igen, itt van ez, tehát ez a Singularity összehúzza az enemiket 10 méteren felül, és ez csak az első szint, mert igazából nem helyeztem rá annyira a nagy hangsúlyt. És fogtam és azt csináltam, hogy kimentem, egy Oberonnal voltam, leraktam a kettest, kimentem a Tenóval az enemik közé, ez így már egy óra körül, ahol Ophelia már sokat jönnek a tüzesek, meg a bombardok, meg mindenféle nószar. Összehúztam őket, és csak annyi dolgok volt a másik háromnak, hogy konkrétan közéjük lőjenek. Szóval a Tenno mint olyan tényleg egy aktívan részt vettem a harcban, és könnyítettem a tömegkontrollt konkrétan. És ez maximum szinten 10 méterről, mint talán 20 méter, 15 méter, 20 méter lesz maximum rész, és ez a Warframe-ban ez egy hatalmas terület, ahol konkrétan összehúzza az enemiket, mi a neve annak a Warframe-nek? Az ultiának? Wow-bannak az ultia. Szóval, ja. Hogyha fókusziskolát választasz, mindegy, hogy mit választasz most már, de a lényeg az, hogy használd ki azt, hogy a Tenódnak milyen bónuszai vannak. Szóval folyamatosan váltogass Tenó és Warframe között, főleg akkor, amikor már így magasabb szintekre érsz. Na most... Ez nem jelenti azt, hogy a Warframe-eknek magunknak így kevésbé lesz szerepük, vagy nem lehet csak a Warframe-ekkel megcsinálni mindazt, amit eddig megcsináltunk, de annyi biztos, hogy a Tenókkal együtt, a Warframe-mel együtt a harc változatosabb és a játék változatosabb. Ennyit tudok hozzátenni. Rátérve az iskolákra és képességeikre, és így lefordítom nektek szívesen, így ti el tudjátok dönteni, hogy mikor melyiket szeretnétek, szóval, hogyha így értitek a dolgokat. Szóval ez a naramonom, mostanában én is kicsit jobban ráfekszek most a fókuszfarmolásra, egyszerűen hihetetlen lusta vagyok, és csak hagyom, hogy folyjon be, amennyire befolyik, hogy őszinte legyek. Amit én mindig alapból kihúzok, az a fő képességet, tehát több affinityt kapok, tehát a Naramonnak egy nagy előnye, hogyha fókusziskolát, fókuszt farmolsz például, akkor azt Naramonnal lehet, mert hogy a fő képessége az 45%-kal több affinityt ad max szinten, ez azt jelenti, hogy több fókuszt is fogsz kapni max szinten, úgyhogy vele érdemes farmolni, és ez egy passzív skill, szóval ez mindig megtörténik. De amúgy írjátok már le chatbe, hogy lefordítsam ezeket nektek, van rá szükség, vagy inkább mellőzzük, és mit ugorjunk rá ilyen fókuszformulási módszerekre, meg ilyenek. Tehát van valakinek erre szüksége? Szóval ezt megvárom, mert hogy őszintén szívesen lefordítom, de tök sok időt
venne el esetleg, vagy nem tudom, szóval. Valaki? Chat? Hello? Hát nekem... ugorjunk, oké, okay. Egy ugorjunk szavazat, jó, Most tehát nem akkor szám. nem kell lefordítani, cool. Jó, meg van beszélve. El van ötleted, nem kell lefordítani. Nagyon sem Csak eldöntötték. így alapból rátérve, akkor ezek lennek a fő gondolataim, hogy hogyan válasszunk fókusziskolát. Azt szeretném kérdezni, hogy ki kíváncsi arra, hogy Hunter hogyan zúzza le egy lövéssel az Eidolonnak a shieldjét, mert akkor azt el tudja ő magyarázni, meg tudom mutatni. De szerintem magyarázd el, mert igazából az. A minap amúgy, aki nálunk van a klánban, csinált egy nagyon jó videót Hunter erről, hogy csinált, hogy azt is érdemes megnézni, fönt van. Csak hogy legyen kivétel, fordítsd le. Tehát, hogyha egy dolog vadászatra kerül a sor, Hunter a Madurai iskolát szereti használni, és annak van egy ágazat, ami Voice Strike-nak nevez. Hallgat, igen. Igen. És ez annyit tesz, hogy on leaving void magnets van öbla. Oké, szóval, hogyha elhagyod, ha kijössz a a mai módon. tenódból, tehát ez úgy működik, hogy ha kijössz a tenódból, bemész láthatatlanba, és ezzel a láthatatlansággal konkrétan sebzést tekkelsz fel, jól mondom, Hunter? Igen, damage-et szekkelett. Damage stackkelsz föl, és amint kijössz a láthatatlanságból, akkor megkapod ezt a damage stackkelt. Tehát az első szinten 5%-ot, ami már önmagában is OP, szerintem. És konkrétan akkor, ha lősz egyet a fegyvereddel, tehát mekkora damage-et kell minimum felsztekkelni, hogy meglegyen egy hitből az Eidolon? Hát olyan 30, és az 30. Dunai 50. Ennyi, szóval 30%-nyit felsztekkelsz, és egy hiteled az Eidolon konkrétan. Szóval legalábbis a shieldjét. De most mondja Hunter, hogy randomokkal éppen Eidolonozik, és annyira fel tudja stackelni ezt a képességet, hogy a Tenno fegyverre konkrétan egyhiteli magát az Eidolon testrészt is. Tehát leviszi a shieldet, és leviszi a testrészt is. Tehát olyan szintig ki lehet tolni a stacket meg a sebzést. Szóval azért az nem kutya. Szóval úgy döntöttem, hogy a hétvége kedvéért ráfekszek a farmolásra az Isten szerelmére, és legalább ezt a voice strike-ot a kedveteké feloldom, mert őrület. Annyira nem szeretem csinálni konkrétan, de szinte nagyon borzasztó unalmas feladat, így aztán vettem az Equinoxomba egy dolon madurái lencsét, és elkezdtem farmolni fókuszt. Nos, ja, a másik pedig, ami, hogyha egy dolog ölésre kerül a sor, az Unairu. Unairu. Unairu és az Unairu Wisp, ami egy nagyon jó kis ilyen bónusz. Szóval ez azt csinálja, hogy alapszinten ugye 20%-kal csinál egy kis ostorféleséget, amit te, mint társad, tehát felvehetsz a földről mondjuk, és alapszinten 20% a 3-as vissza megnő a damage-ed, ami nem rossz. Szóval mennyi ez max szinten, Hunter? 100. Bazd meg. Hány másodpercig? 12. Hát bazd meg. Szóval 100% a megnő a damage-ed. Nem egy hiteli az Eidolont, de rettenet gyorsan le fogja vinni a shieldjét. Szóval kap be kategóriára. Szóval ha egy dolom vadászatra kerül a sor, minden bizonnyal az Unair és a Madurá egy tök jó választás a dolgokra ebből a szempontból, hogy akár szólóban vagy csapatban, mondjuk négy Madurái felváltva ölik le az Eidolon testrészeket és shieldeket, és addig, míg az egyik charge-ol, a másik öl, és így tovább, így tovább. Vagy az Unairi vízpesek egymásnak adogatják ezt a ostort. Na most ebből kiindulva, mi a többinek a szerepe, hogy őszinte legyek. Én szeretek Zenurikot vinni a különböző ilyen kis apró bónuszai miatt, hogy lelassítják például az Eidolonokat, mert kurva nagy a kurva jött lépne, és egy adott pillanatban azon veszed magad, hogy el van tűnve, és tényleg lelassítja, egy kicsit követhetőbbé teszi a Wisp. Igen. Nem azt mondta, hogy Wisp? Na jó van, ne kössé bele! Amúgy is.
Csak igen? Így ide rakva, a csapat felállás, az úgy néz ki, hogy három Madurai és egy Unariu. Az Unariu mindenképp a Trinity-nél legyen, mert a Madurai Strike az le fog járni, mert a lúrokat szedi össze. Mert az is ugye hatással van rá, ha lövünk, vagy ütünk, vagy valami ilyesmi. Ja. Szóval így is meg lehet hallani. Tehát egyrészt, főleg én, az is visszakzenik, az a legkihúzottabb a régi fókusziskolából, és vannak azért bónuszai, amivel ki tudja egészíteni a csapatot. De hogyha arról van, hogy kifizetten egy dolomvadászat, akkor Unai és Madurai, de például arról van, hogy egy szörvei, egy defense, hogy valami a Zenorikkal jobban jársz a tömegszabályozása miatt. Szóval, ja, ki, mi, hogy, hány, merre, meddig. Ebből a szempontból. Nem, ennyi lenne a fókusziskola, és érdemes rákoncentrálni az aktív és passzív képességek kihúzására is, mert olyan bónuszokkal áldják meg az embert, hogy amire így nem is számít az, hogy mennyire erős, mert számadatokban vagy elolvassa, nem tűnik annak, de amikor oda kerül, hogy játszál, akkor kiderül, hogy erősebb, mint gondolnád. Nos, fókuszformulás szempontból én a Equinox altatósban hiszek, tehát az az egyik legjobb módszer. Ivara altatós is, hogy csak kurva lassú folyamat, annyi biztos, és Smith a kavatban hiszek, és a Necroforce kardomban nagyon fél. Tehát Gondolóban van azért, apám. Meg a Naramon. Meg a Naramon, hogy, igen. Naramon iskola Gondolóban, de csak azért, mert van egy ilyen Rivenem hozzá, ami 122%-ig range-et ad, amit még egy Prime Reach-sel megtoltam, csak azért, hogy ha bealtatok nagy területen, akkor egyszerre többet csinálják meg, de bármilyen ilyen mi az ilyen maiming strike-os karddal boldog leszel igazából, és egy kis reach-el el vagy, de gondolom az egyik legerősebb kardom, így aztán azt szeretem használni. Konkrétan az egyik kedvenc farmoló helyem nekem, és ha tudtok jobban mondani, akkor mondjátok, Adaró. Én is ott szoktam. Igen, tehát most már nem. Hát mondjuk igen, tehát az egy dolog, ami rettentő jól adják a fókuszt ahhoz képest, és megéri mind fókuszt farmolni, meg ugye hát Cetus és társai miatt farmolni egy dolog megéri, meg fókusz miatt mindenképpen. Tehát én úgy vagy e között váltogatok, hogy Equinox-szal farmolok, vagy elmegyek szólozni egy dolog a simát, a terralisztet, mert a nagyok kapják be, meg nincs annyi damage-em, hogy le tudjam zúzni mind a hármat egy éjszaka alatt. Most csak kettő. Gyerekek, jönnek a választások, nem politizálhatunk. Mi? Hol is Petrilek azért az IMD és VL szintelesítóra egy üpetet nevág? Hát akkor kis le kell mondani. Ez mekkora volt tegnap, tehát ezt a fájt tudom. De mondjuk valaki észrevett. Nem vett észre, ja. Mert azt nézem, hogy nem jelent meg a... Ja, de most észre lettek, mindegy. Nekro, nem írod a... Igen, nem arról beszélek, csak hülye voltam, mert nem figyeltem oda, csak túlságosan belevágtam. Nem kap be. Nem figyeltem oda izére. És hogy ott van az a kis fókusz baszom, faszom baszás, amit látjátok. Nagyra jó. Nem úgy. Amper éppen sörtük is. Azt többnyire, tehát... Azt szoktam csinálni, hogy bealtatok, akit bealtatok a környéken. Fölveszem a másodiknál tartok. Fölveszem azt, és utána kezdem előlni. Csak azt nem tudom, hogy a Affinity Booster miért nem jelenik meg, na most végre. Szóval amire szükséged van, az az Affinity Booster. Mert ugye azzal több XP-t kapsz. Hát anélkül kb. Nem nagyobb formulát. Hát, ja, mondhatni így is. Az olyan, mint a kuva formulás. Max dupla annyi kör, de... Igen. Ja. Kuva formulás se nagyon booster nélkül. Kb. Úgy. Hát mondjuk azt is kb. Egy évben egyszer formulok, hogy őszinte legyen. Pedig most már csak az lehet platot szerezni, köszönjük Digital X, hogy most ki kell tenni a raideket és betenni a... büdös ejdolomba az árpénket. Nehogy meg, nem nehogy tudom, esetleg normális ingame piac legyen. Jó, aztán nem. Mi? Ezt direkt az étcsőre találták, hogy több platot tudjanak eladni. Annyira egyértelmű. Na most, ami a lényeg... Direkt ellenet találták ki. Ha jó időben ha jelenik meg ez a Focus Bonus című történet, sok enemy között, ha fölveszed azt, akkor hát egy ilyen jó 10 000-nyi
fókusz ki tudsz belőlük szedni. Egy ilyen rán alatt, plusz amit még a kör alatt összeszedsz. Szóval ilyen 50 ezernyivel, 40-50 ezernyi fókusszal ki fogsz tudni jönni, és ez bónuszok nélkül, szóval csak úgy, hogy csak a macska van. Kitartottam el az előbb. Szóval, tehát én például kifejezetten azt utálom, hogy mindig olyan helyekkel jelenik meg mostanában a fókusz, az a fókusz bónusz, ahol nincs enemy. De ha jól tudom, hoztak be valami olyan patchet, ahol ha kifejezetten fókusz farmoz, akkor azt a játék egyre büntetni fogja. Nem tudom, hogy ez... Eddig is büntette. Eddig is büntette. Törvénytelen. Ennyi törvénytelen. De most már legalább egy jó ideje fent tudom tartani a... Na, valamelyik szindikátus értelmén. Nem baj. Ó, Suda, hát ők a kedvencém a 300 életes Equinoxomnak. Na gyertek a kurva anyjától. Ó, hát de csak a shield szarokat teszi, nem? Azt. Hello, anyát nem egy morlátom. Nem baj az. Na hát az sok jó ember kísérni se elfi. Ez most alszik meg? Na hát most sikerült összeszedni 10.900 fókuszt, úgyhogy bejött a Suda szerintem annak köszönhetően. Igazából. Igen, rá fogunk térni a Warframe buildekre is. Ugye mondtam, hogy ez egy... Igen, mindenképp kíváncsi vagyok, hogy buildeltek, és nagyon szívesen belebuildelem és kipróbálom őket. Igyekszek minél ilyen. Én a 12 emberét mi? De igazából, amire nagyon kíváncsi vagyok, nem a pro buildekre, mert azok tudjuk, hogy úgy jók, hanem hogy a középhaladók meg a kezdők azok... Az mondjon le. Milyen buildeket csinálnak? Mert szinte azok a... egyik legtöbb potenciával rendelkező buildek, hogy őszinte legyen. Mert ilyen új dolgokat fedeznek föl. Fordítok nekro nyelvről. Minden troll buildet átfogadunk ezzel a streamon, amit belinkeltek meg. Igen, jó, igen, így is. Köszönöm szépen, hogy... Már ennyire régóta játszunk, hogy ennyire ismersz. Jesszük már. Na látjál, ez most ez egy jó kör lesz. A fókusz bónusz szempontjából. Fókusz bónusz, ez jó fókusz, van. Fókusz, ezt most megmondjam. Mi a neve annak a szarnak? Elfelejtettem, annyira írtam, akartam volna, hogy most semmi pénzzel mit teszem be. Nincs, hogy simán fókusz gömbnek hívom. Convergence. Fókusz gömb, tehát azt hiszem valami az a hivatalos. Hallod meg róla, ez egy zav, vagy mi a faszom ez? Ez a Guandó. Guandó? Ja. Amúgy csináltam egy beteg zavot. Nagyon gusztustalan lett. Infestedes, tudom én. Betegzom. Tudom másotokát. Akkor 6 linken kezdünk. Még én is meg vagyok elégedve az 5 linked, oké. Ja, hát igen. Neked van legalább egy 5 linked, nekem nincs. Nekem most 6 linkem van. Nekro, erre csak azt tudom mondani, hogy onigorosik. Na, mert, szóval most... Mert megtabulasz. Hát van, hogy 40 ezer fókusz jött össze nagyjából. És ez nem volt egy annyira überfró kör, és ez... egy dolog Madura ellen csef, bónuszok nélkül is... Nem kaptál bónuszt magyarul. Nem vettem izét. Antem elé teszi. Nem vettem. Én nem. Bónuszokat a marketből, hogy ezt megbusztoljam. Szóval ez így egészen kultúrált körök alatt napi... Vagy 5, max 6 kör alatt megvan a izé. A napi maximum. Ennyi. Már ha jó karmaz. Ennyit a... Ja. Izéről. Fókuszról, fókuszfarmulásról és úgy általánosan a fókusz iskolákról, mint vélemény, és hogy hova alakulnak. És tényleg így a jövő tekintve szerintem a Tenok szerep egyre ilyen nagyobb lesz, és változatosabb lesz a játék tőle. Ennyi. Sőt, inkább én azt mondom neked, hogy lesz egy egész questline, amiben csak Tenóval kell menni, nem is lesz benne Warframe. Mikor jön? Lehet, mikor házasodunk össze? Totál megesett. A végén már az arzenában hagyod a Warframe-edet, és csak Tenóval fogsz venni. Valószínűleg egy olyan.